Torockai László másodhalom polgármestere Martonfára érkezett, hogy egy kis áttekintést nyújtson arról, hogy mire számíthat Martonfa település se menekült ügyben, migrációs kérdésben. A hírek szerint egyik legérintettebb település Ásodhalom, ahol napi 1500 menekült jön át. Mire számíthatnak a martonfaiak? Hát semmi óra. Én mindenféleképpen ellenzem azt, hogy új befogadó állomásokat hozzon létre a kormány. Én azt gondolom, hogy ha a kormány betartja azt, amit ígért az elmúlt egy-két hétben, hónapban, és amit én több mint egy éve kérek a kormánytól, elsősorban a közművelyen keresztül, akkor ezek az eljárások menekült státuszért folyamodó migránsok esetében nagyon rövid idő alatt, egy-két nap alatt lefolytathatóak, hiszen gyakorlatilag a 99%-át az illegális migránsoknak vissza lehet fordítani Szerbia irányába, hiszen Szerbia egy biztonságos ország, most már ugye törvényileg is mondhatjuk ezt, és a valóság is az, hogy egyébként egy biztonságos ország. Innentől kezdve pedig azt gondolom, hogy még a jelenlegi befogadó állomások teljes kapacitását sem kellene kihasználnunk, nem hogy újakat nyitni. Mik az önök közvetlen tapasztalatai? Milyen összetételű a menekült áradat? Hogyan viselkednek, amikor átlépik az országhatárt? Ugye egy óriási tömegről beszélhetünk. Az a szám, amit ön is említett, a napi 1500 fő, az nem a valóság, hiszen tulajdonképpen azokat regisztrálja a rendőrség, akik oda sétálnak a rendőrökhöz a különböző gyűjtőpontokon. Valójában a saját beszéléseim alapján a kétharmada az illegális határátlépőknek regisztráció nélkül halad át Magyarország területén. Sokkal nagyobb tömegről beszélünk, óriási közegészségügyi kockázatot jelentenek, gondolom, hogy ezt nem kell nagyon magyaráznom, ugyanis hogyha mi megyünk azokba az afrikai vagy dél-ázsiai országokba, Bangladesbe, Sri Lankába, vagy akár egyenlítő afrikai országokba, akkor ugye rengeteg védőoltást kell fölvennünk, ők pedig ide jönnek közénk, akik teljesen védtelenek vagyunk rengetegféle általunk, vagy az immunrendszerünk által nem ismert betegségekkel szemben. Tehát önmagában van egy óriási közegészségügyi kockázata ennek a több tízezres, most már ugye 110-120 ezer főnél tartunk csak ebben az évben, akit regisztráltak. Tehát a közegészségügyi kockázaton túl azonban vannak konkrét közbiztonsági problémák. Egyrészt nyilván csökkent a szubjektív biztonságérzete nálunk a lakosságnak, hiszen el lehet képzelni, hogy milyen érzés az, amikor az embernek a tanyáján, ugye mi egy nagyon nagy, óriási területtel rendelkező tanyás település vagyunk, a tanyáján megjelenik éjszaka egy 30-40 fős, mondjuk az iszlám állam területéről érkezett csoport. Az bizony hát nem túl biztonságos érzés. Illetve ugye mindemellett számos olyan bűncselekmény történt, autólopás, kerékpárlopás, amivel ugye az illegális migráns a saját utazását próbálta megkönnyíteni, helyi lakosok azonban kárt szenvedtek ezáltal. Tapasztaljuk azt, hogy nem tisztelik a magántulajdont, tanyákba, kertekbe, házakba zavartalanul behatolnak, bemennek, irgalmatlan mennyiségű szemét, hegyeket hagynak maguk után, amit 24 órában takarítunk. És egyéb iránt ez a több százezres tömeg, ez nagyon, nagyon összetett, nagyon vegyes képet mutat. Egyre növekszik azoknak a száma, akik kizárólag életerős, katonakorú férfiakból álló csoportokban érkeznek. Folyamatosan fotókkal, fényképekkel dokumentálom, és a Facebook oldalamon keresztül próbálom a közvéleménynek megmutatni a valóságot. Ugyanis általában a médián, illetve ezeken a jogvédő, főleg külföldről támogatott jogvédő szervezeteken keresztül nem a valóságot mutatják be. Akiket ők mutatnak, és akik a keleti pályaudvarban vannak, ők nagy részt a valóban háború sújtotta területekről családokkal érkező migránsok, akik azonban több biztonságos országon már áthaladtak, tehát ők már nem az életüket mentve lépik át a törvénytelenül a szerb-magyar határt, azonban ők egyre inkább kisebbségbe szorulnak az Ásodhalomnál belépő tömegben, és egyre inkább azt látjuk, hogy tényleg ezek a nagyon jól táplált, sok pénzzel rendelkező katonakorú férfiakból álló csoportok jönnek, főleg Dél-Ázsiából, Közel-Keletről és Afrikából. Másfél hete Martonfa 200 fős lakossága mozdult meg, aztán szombaton már 1500 fősre duzzadt a legutóbbi megmozduláson a szimpatizánsok száma. Mennyire kell felduzzadnia, hogy valóban nyomást tudjon gyakorolni a kormányra, meddig szükséges folytatni a Martonfának ezt a küzdelmet? Hát azt gondolom, hogy Martonfának és mindazoknak, akik olyan településen élnek, ahol ilyen befogadó állomásokat akarnak nyitni, addig kell folytatni a civil törvényes eszközökkel az ellenállást, ameddig be nem zárják ezeket a befogadó állomásokat, vagy el nem áll a kormány ettől a szándékától. Van erre remény? Hát nem én vagyok a kormány felelős tagja, nyilván ezt a kormány
fogja eldönteni. Kell, hogy legyen remény. Én magam is azt tapasztalom, hogy például a fizikai határzára az úgynevezett kerítés ötletét már egy évvel ezelőtt is felvetettem, az év elejétől pedig nagyon intenzíven követeltem is, és kezdetben mindig visszapattantam a magasabb szintektől, és mindig azt a választ kaptam, hogy ennek politikai akadályai vannak, nem lehet itt ilyen kerítést építeni a határa, most pedig azt látjuk, hogy elkezdték építeni, tehát én azt gondolom, hogy érdemes küzdeni.